Hölgyeim és uraim, tisztelt közönségünk, mindenki, aki itt van a Zeneakadémia nagytermében, akik az élő internetes közvetítést hallgatják, illetve nézik, illetve a Bartók Rádió hallgatóit, szeretettel köszöntöm a Hallgassunk Brahmsot fesztivál záróhangversenyén. Bősze Ádám vagyok, és külön tisztelettel köszöntöm Maja Gojkovicsot, Szerbia miniszterelnök helyettesét és kulturális miniszterét. Azzal, hogy egy zenei együttes, egy alkotóműhely egy zeneszerzőnek a művészetére koncentrál, vagy azzal, hogy egy szólista választja ezt küldetéséül, ezzel igazából már korábbi évtizedekben, vagy akár évszázadokban is lehetett találkozni. Ha csak a Zeneakadémia közönségére gondolok, biztos, hogy sokan emlékeznek arra, amikor például Schiff András itt Bach vagy Schubert művészetére koncentrált, egyfajta összkiadást játszott el a közönségnek. Vagy az, amikor Bogányi Gergely zongoraművész két nap alatt Chopin összes zongoraművét eljátszotta. Nos, ez a hagyomány a Concerto Budapest számára is egy élő hagyomány, hiszen emlékszünk a Mozart zenéjére összpontosító fesztiváljukra. Szerepelt már Beethoven is ebben, és most november utolsó hétvégén Brahms művészetére koncentráltak. Igaz, nyilván olyan hangversenyeket, olyan műsorokat állítottak össze, amelyel Brahms művészetének különböző szeletét, különböző fényeit lehetett bemutatni. A tegnapi napon talán sokan emlékeznek, még a versenyművek kerültek terítékre, a B-dur zongora verseny, mely számunkra oly kedves, hiszen Magyarországon volt az ős bemutatója, ezt játszották Elizabeth Leonskaya zongora szólójával, utána fölcsendült Brahms utolsó szimfóniája, a negyedik. Majd egy másik koncerten, az eredeti terv szerint a német requiem került volna műsorra, de ez a járvány adta szigorítások miatt, aztán ez a koncertműsor módosításra szorult, így egy másik versenymű, az Ámo kettős verseny szólalt meg Kokas Katalin és Kokas Dóra szólójátékával, a Concerto Budapestet itt Vashegyi György vezényelte. Akik itt voltak délután, Brahms kamarazenei művészetét élvezhették. Két fiatalkori kompozíció szólalt meg, a B-dur vonós szextet, a Keller kvartett és két kiváló szólista, Szomor Mekis Janka és Perényi Miklós közreműködésével, valamint utána az F-moll zongora ötös Elizabeth Leonskaya közreműködésével, illetve a Keller kvartettel. És most elérkeztünk az ünnepi koncert első darabjához, ez Brahms D-dur hegedű versenye. Ahogyan az délután is elmondtam, Brahms művészetében nagyon komoly szerepet, szinte társszerzői szerepet játszott Joachim József hegedű művész. Brahms ezt a művet neki ajánlotta, és azt mondta, hogy igazából te itt majdnem társszerző vagy. Bár azért, amikor Joachim javasolt egy-két változtatás Brahmsnak, akkor a zeneszerző nem mindegyiket fogadta el, hiába Joachim volt a virtuóz hegedűművész. Egy-két olyan helyen, amikor Joachim szívesen vette volna, vagy szívesen könnyített volna a dolgán, a szólójáték tekintetében, akkor Brahms azt mondta, visszautasította, hogy nem ennek ilyennek kell maradni. Nem mindenkinek tetszett ez a hegedű verseny. Volt, aki azt mondta, hogy ez igazi versenymű a hegedű ellen, hiszen nem az a fajta brilliáns, virtuóz koncertó, mint amit akkor megszoktak az emberek. Pablo de Sarasate például azt mondta, hogy csak nem képzelik, hogy kiállok a színpadra egy szál hegedűvel a kezemben, mint egy hallgató, miközben az egész hegedű versenynek egyetlen egy valamire való dallamát is az oboa szólaltatja meg. És ez a hegedű verseny ettől függetlenül egy nagyon elmélyült, igazán mély szellemi koncentrációt igényel mind az előadóktól, mind a hallgatóktól. Hölgyeim és uraim, következzék tehát Brahms hegedű versenye, a szólista Baráti Kristóf, a Concerto Budapestet Keller András vezényli.
Kedves hallgatóink, az internetes közvetítést követők, elhangzott Brahms hegedű versenye. A szólista Baráti Kristóf volt, a Koncertó Budapest játszott Keller András vezényelt. Élőben hallhatták, illetve hallhatják ezt a mai koncertet a Zeneakadémia nagyterméből. Hallgassunk Brahmsot, ez a Koncertó Budapest idei fesztiválja, november utolsó hétvégén Johannes Brahms művészetére koncentrálnak. Azt már a koncert bevezetőjében is elmondtam, illetve a többi koncerten is elhangzott, hogy Johannes Brahmsnak mennyire fontos volt Joachim József segítsége. Ez egy ilyen coach munka volt, amelyet Johannes Brahms igénybe vett barátjától. Közben félszemmel figyelem a színpadot, Baráti Kristóf érkezik egyedül, tehát Keller András nem jön bele, ez azt jelenti, hogy ráadást fogunk hallani, így is van. Johann Sebastian Bach második D-moll partitájának harmadik tételét, a Sarabande tételt játszotta ráadásként Baráti Kristóf hegedűművész, a Zeneakadémia közönsége. Ennek tapsol mai élő koncert közvetítésünkön. Az, hogy Baráti Kristóf Bachot választott, annak lehet egy szimbolikus jelentősége is. Mondom ezt azért, mert a hegedű verseny, amelyet a Bach partita részlet előtt hallottak Brahmstól, az igazából egy életkori mű, 45 évesen írta ezt a darabot, és ez az az időszak, amikor megkomponálja az első és a második szimfóniát is. Ugye hosszú-hosszú évtizedeken keresztül küzdött Beethoven árnyékával Brahms, és vágott bele abba, hogy egy szimfóniát írjon. Ez volt az első szimfónia, és amikor ezt meghallotta Hans von Bülow,
Liszt Ferenc tanítványa az egyik legfontosabb zenei alakja a 19. századnak, akkor azt mondta, hogy ez Beethoven 10. szimfóniájának is beillik, és ezt a sort Bach, Beethoven és Brahms sort nyugodtan megjegyezheti a hallgatóság. Hát ha Beethoven zenét nem is hallottunk, de ott volt a hegedűverseny hátterében is a német mester hegedűversenye, a 4 legfontosabb német hegedűversenynek egyébként Beethoven, Brahms, Bruch és Mendelssohn kompozícióját szokták volt tartani. Úgyhogy ez a 3-as, ez a 3B, Bach, Beethoven és Brahms szerepelt most az első részben. Kedves hallgatóink, az internetes közvetítést követők, most szünetműsor következik, és aztán visszatérünk a koncert második részéhez. Brahms egy kicsit a mi zeneszerzőnk is, őt nagyon-nagyon lebilincselte, amikor hallott magyar cigányzenészeket játszani, és hát tulajdonképpen szinte, hát nem azt mondom minden, de nagyon-nagyon sok művében találhatunk magyar különböző verbunkos mindenféle motívumokat, és mi meg büszkén mondhatjuk, hogy ő egy nagyon német zeneszerző, de magyar is. A mi szívünkben mindenképpen, és a magyar zenének az általa is, mert ez nem népzene, hanem azt a fajta cigányzenét, amit kávéházakban, éttermekben hallhattak abban a korban, azt nagyon megihlette, egyszerűen beépítette a zenéjébe, és ez egy csodálatos új dolgokat hozott. Mi ennek nagyon örülünk, és örülünk, amikor halljuk Brahmsban a magyar zenét is. Tenger. Nem csak azért, a szó több értelmében tengernyi hang, hanem a hangok hullámzása, ez egy olyan csodálatos tenger, amit talán még nem is ismerünk eléggé, és azt szeretném, hogy ezt mindenki megismerhesse, mert ez egy olyan hangok, aminek minden egyes, a legkisebb hang is tele van szeretettel. Minden, amitől az életünk szebb lehet, vagy esetleg csak a vágyainkban, de az nagyon fontos. És Brahms ad nekünk valami egészen csodálatos gazdagságot, és szerintem boldoggá tudja tenni az embereket. Az esti koncerten Brahms egyetlen
D-dur hegedű versenye lesz Baráti Kristóf előadásában, mire meg kell mondanom, hogy egészen rendkívüli. Szóval sokat játszottam én is ezt a darabot, és valamennyi nagy művésztől hallhattam, de azt kell mondanom, hogy Kristófnak a tolmácsolásában van egy olyan magas rendűség, amit nagyon-nagyon-nagyon kevesen voltak valaha is képesek ilyen csodálatosan előadni, és nagyon várom ezt az előadást. A koncert második részében a híres Gémol Zongora 4-esnek egy monumentális Schönbergi hangszerelését fogjuk hallani, ami egy rendkívül virtuóz hangszerelés. Pokoli nehéz a zenekarnak, egy óriási zenekar játsza, de végül is ez egy kamaradarab, és ez a nagyon sok ember egymással kamarázik, és a végén ott van Brahms egyik leghíresebb tétele, a finálé, az Alla Zingarese, ami kifejezetten magyar zene, nagyon vérpezdítő magyar zene lesz, úgyhogy remélem mindenki szereti fogja. Brahms, azt hiszem, hogy minden klasszikus zene rajongó számára és minden előadó művész számára egy különleges szerző. Talán a romantikában a legszemélyesebb hangvételű szerző, mondjuk Beethovennel ellentétben, aki egy sokkal univerzálisabb, humanista, és általában nem személyes sztorikat mond el a zenéjével, Brahms alapvetően nagyon a saját gondolatait, a saját érzéseit kommunikálja a zenéjében. Ez a hegedű verseny, amit én fogok játszani a Concerto Budapesttel és Keller Andrással, különösen kedves számomra. Egyrészt azért, mert Brahms és Joachim között egy nagyon szoros, bensőséges zenei és talán emberi kapcsolat, és létezett, neki köszönhetjük például, ennek a kapcsolatnak köszönhetjük a Brahms magyar táncokat is. És én ebben a hegedű versenyben is úgy érzem, hogy nagyon dominál az a fajta magyaros, talán cigány, prímás hangvétel, noha egy persze sokkal letisztultabb és a klasszikus zene szempontjából emészhető formában. Fantasztikus dolog játszani. Nagyon sokan hegedűsök a múltban úgy gondolták, hogy ez egy lejátszhatatlan, nehézségű mű. Például Vinyavszky, Szerezáte például azt kifogásolta, hogy végig kell, hogy álljon a második tétel elején egy nagy oboa szólót. De számomra ez egy nagyon különleges hegedűverseny, és egyébként talán Beethovenhez mégis annyi kapcsolódik, hogy a zenekar nagyon sokszor kamarazene szempontból viszonyul a szólistához, tehát nem egy kifejezetten szólisztikus hegedűverseny, hanem nagyon sok benne az együttjátszás, nagyon sok benne az olyan kapcsolódás, amitől még különlegesebbé válik ez a hegedűverseny. Ami számomra
egészen személyes az az, hogy viszonylag későn tanultam meg ezt a hegedűversenyt. Tehát az én pályafutásomban a Beethoven hegedűverseny, a Paganini hegedűverseny is sok más versenymű valahogy előbb jutott el hozzám. És hát talán én személyesen úgy gondolom, hogy ez a legnehezebb, és nem feltétlenül technikai értelemben, hanem emocionális értelemben egy rendkívül intenzív verseny. Úgyhogy nagyon nagy kihívás, de nagyon nagy öröm. Ez egy kétnapos fesztiválá dúzzad, ugye, amit Brahms köré épít a Concerto Budapest. Van konkrét tapasztalatunk, akár úgy is, ugye, hogy az Index.hu-val együtt elég nagyszabású közvetítéseket bonyolítottunk már. Volt Mozart, volt Beethoven, és most elérkezett Brahms ideje. Elég sajátságos cím, hogy hallgassunk Brahmsot, ebben kis vitám kerekedett Keller Andrással, hogy itt ugye azért egy hát televíziós broadcast igényű, hogy nem 12 kamerás streamről beszélünk, és mégis a hallgassunk szót. Ez nagyon jó jelzi egyébként a komoly zenészek eltökélt hangpártiságát, hogy úgy mondjam, de azt gondolom, hogy a stream követői érteni fogják, hogy a hallgatás az a zenének a sajátja, és amit látni fogunk, az a mondjuk, hogy a hozzáadott érték. Nagyon érdekesen rakta össze András a programot egyébként. Mind a kettő nap nagyon súlyos. Nekem az a megérzésem, hogy egy átlagos zenekar egy évig tud ebből a dologból élni. Tehát nagyon nehéz művek jönnek, és én azt látom, hogy a szerkesztésben van egy ilyen nagyon érdekes zenetörténetileg is értelmezhető keresztmetszet, tehát Brahms fejlődés története. Más szempontból Brahms mindegyik műve rendkívül bonyolultan építkezik befelé, de vannak ugye sikerművei, amikre ráharapott például a popkultúra is, tehát nagyon jó arányal van adagolva tulajdonképpen a minőségi szórakoztatás a műsoron belül. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönségünk, folytassuk a zárókoncertet, a Hallgassuk Brahmsot Fesztivál záró darabja egy igazi különlegesség lesz. Ezt sokszor el szokták mondani persze a műsorvezetők, hogy valami különleges, de ez azért érdekes, mert két zeneszerző is munkálkodott rajta. Először is Johannes Brahmsnak a kompozíciójáról van szó, ez a G-moll zongora 4-es. Nyáron komponálta az F-moll zongora 5-össel egy időben, rengeteget dolgozott, ez jellemző volt egyébként a zeneszerzőre. Voltak ilyen hullámhegyek és hullámvölgyek az életében, volt, amikor nyaranta rengeteget komponált, és voltak olyan nyarak is, amikor viszonylag kevés dolog jutott az eszébe. De egy ilyen intenzív nyárnak az eredménye volt ez a G-moll zongora 4-es, amit elküldött most már nem csak Joachim Józsefnek, hanem hát a hozzá szellemileg is rendkívül közel álló Robert Schumann özvegyének, Clara Schumannnak, hogy bírálja fölül, nézze meg a darabot, hallgassa meg, olvassa át, és mondjon róla véleményt. És akkor Clara Schumann azt mondta az utolsó cigányos tételre, majd figyeljék meg, hogy milyen jól utánozza, imitálja Johannes Brahms a cimbalomnak a hangját. Szóval azt mondta, hogy ezzel a tétellel a saját pályámon vertél meg engem. Aztán egy másik időpontot kell mondjak, 1937, a helyszín nagyon messze van ettől a nyári kompozíciótól, Los Angelesbe vagyunk. Ott találkozott Arnold Schönberg Otto Klempererrel, a híres karmesterrel, és Klemperer volt az, aki megkérte Schönberget, hogy elültette a fejében azt a gondolatot, hogy mi lenne, hogyha Brahms G-moll zongora 4-eséből egy hangszerelt változatot, egy zenekari változatot készítene. És Schönberg ezt el is készítette. Annyira megtetszett neki a mű, hogy azt mondta, hogy ez akár lehetne Brahms 5. szimfóniája is. Klemperer annyira oda volt ettől az új változattól, hogy azt mondta, hogy a kamarazenei verziót el is felejthetjük, ugyanis innentől kezdve ezt kell hallgatni az embereknek. Mire Schönberg nagyon szerényen nyilatkozott, azt mondta, hogy én nem tettem mást, mint hogy azt a hangzást, amit a kamarazenei darabban lehet hallani, egyszerűen átültettem zenekarra. Én azonban elcsíptem egy másik mondatot Schönbergtől, ugyanezzel az átirattal kapcsolatban, amikor egy kicsit, hát hogy mondjam, őszintébben nyilatkozott erről, azt mondta, hogy egy, nagyon szeretem ezt a G-moll zongora 4-est. Kettő, nagyon ritkán játsszák. Három, ha játsszák is, akkor a zongorista minél jobb, annál inkább így van ez. Annyira hangosan játszik, hogy a vonós szólamokat egyszerűen nem hallom. Úgyhogy készítettem egy zenekari változatot, mert minden szólamot hallani akartam. Ez tehát, ez a rövid történet húzódik meg a G-moll zongora 4-esnek, vagy nevezzük így Brahms 5. szimfóniájának a hátterében. Ezzel zárjuk a Hallgassuk Brahmsot fesztivált. Hölgyeim és uraim, következzék tehát az említett mű, a színpadon a Koncertó Budapest, vezényel Keller András. Jó szórakozást! Amíg a zenekar a Koncertó Budapest művészei elfoglalják helyüket a Zeneakadémia nagytermének színpadán, addig még hadd jegyezzem meg azt, érdemes talán erről a műről tudni, hogy nem a Schönbergi változatról, hanem az eredeti verzióról, hogy amikor a Brahms ezt megírta és utána ezt előadták, akkor óriási sikert ért el vele. És ahogy mondtam, az F-moll zongora 5-ös és a G-moll zongora 4-es nagyjából egy időben keletkezett, és ez az egyidejűség aztán azt is hozta magával, hogy Bécsben, ahol még nem is olyan régen tartózkodott Johannes Brahms, szinte egymás után adták elő ezeket a darabokat, és hát mondjuk így egyik pillanatról a másikra Johannes Brahms Bécs szerte híresség lett. Egy olyan zeneszerző, akinek a műveire érdemes figyelni. Ne feledjük el, hogy Johannes Brahms ilyenkor még csak 28 éves volt. És mint egy fiatal ember, aki lelkesedik, a közönség lelkesedését látva,
Pedig azért Johannes Brahmsról lehet vagy érdemes tudni, hogy elég morózus ember volt, amikor Hugo Wolf megmutatott neki egy darabot, Hugo Wolf a saját kompozícióját vitte Brahmsnak, akkor azt mondta, hogy kedves mester, hát legyen kedves ezt megnézni, és ahol hibát tetszik találni, legyen kedves egy kis keresztet odarajzolni, mire Brahms mogorván azt mondta Wolfnak, hogy nem szeretnék temetőt varázsolni a kottájából. Szóval ez a morózus ember 28 évesen nagyon boldog volt attól, hogy a bécsi közönség ennyire jól fogadta az ő zongora négyeseit. Drága szüleim, tegnap sok örömben volt részem, a hangversenyem kitűnően sikerült, írta a szüleinek. És közben itt van Keller András, az est karmestere, ő vezényli a Gémol zongora négyes zenekari változatát, Arnold Schönberg átiratát. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Johannes Brahms G-moll zongora négyesének zenekari átirata. Arnold Schönberg készítette ezt a letétet. A Koncertó Budapest játszott, vezényelt Keller András, és ezzel befejeződött a november utolsó hétvégére a Koncertó Budapest által szervezett Hallgassunk Brahmsot fesztivál záró koncertje. Az élő közvetítést a Zeneakadémia nagyterméből hallották. A technikai munkatárs Rudolf Endre, a hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a gyártásvezető Heiszler Gábor, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás volt, a szerkesztő Bolla Milán. További jó rádiózást kívánok Önöknek a Bartók Rádióval. A műsorvezetőt, Bősze Ádámot hallották.